Városnapja rendezvényt tartottak szombaton Karcagon. Mint Sótiné Szatmári Dóra, a DKK igazgatója elmondta, kora délutánig a sétáló utcában kézműves foglalkozások, e-filek, egészségfelmérés, kirakodóvásár, bemutatók, ugrálókötelesek és akróbata csoport és kuruldobosok műsora volt. 10 órakor indult itt a sétáló utcán, a Kossuth téren a sétáló utcán a program. Ahogy mögöttünk is látják, a techball bajnokság javában zajlik. 9 csapat érkezett hozzánk, és ők azok, akik megmérkőznek egymással. Van néhány kirakodó vásárosunk is, akik már sokadjára vannak nálunk, és nagyon szeretnek visszajönni Karcagra. Mennek a kísérő programok is, az Kátai Gábor Kórház egészségfejlesztési irodája pakolt ki ide, és ők azok, akik egészségfelmérést végeznek, tanácsadást végeznek, tehát ez az egészség körül forog ez a programrész. A gyerekekre is gondoltunk, hiszen a Városi Diák Önkormányzat képviselői is itt vannak velünk. Ők játszóházzal készültek, kézműves foglalkozással készültek, óriás társasjátékkal, illetve a Nemzeti Művelődési Intézet Hungarikum játszóházán vehetnek részt, akik ide kilátogatnak. Itt még 14 órától folytatódnak majd a programjaink a sétáló utcán, hiszen 14 órakor akrobatikus rock'n'roll bemutató lesz, illetve akrobatikus ugrókötelesek foglalják el itt a kialakított kis színpadot a Filagória előtt. Őket a kuruldobosok, egy nomád hagyományőrző dobos együttes fogja, ők Egerből érkeznek, őket követni, illetve a délutánnak a programját pedig a Birjana táncegyüttes zárja. 9 csapat részvételével techball Karcag kupa várta az érdeklődőket. Mi egy éve kezdtünk el játszani, először Ózdon, Majka által kaptunk egy asztalt az egyesülettel, és úgy kezdtünk el játszani. Aztán csak így haverokkal lejárkáltunk, szórakoztunk, ilyenek, aztán felkerültünk Egerbe, elkezdtünk ott versenyszerűen játszani, és azóta is játszunk. Mi a szépsége ennek a sportnak? Szépsége? Hát elég szép mozdulatokat lehet csinálni, tehát a hajlékonyság az elég fontos. Mi a legfontosabb különbség mondjuk egy sima láb tenisz meg e között? Hát azért kisebb felületen kell játszani, tehát oda kell figyelni a dolgokra. Eléggé finoman kell beleérni a labdába. Este pedig a Kálvin utcai színpadon koncertek kezdődtek. Az Irigy Honnai Mirigy szórakoztatja a közönséget, biztos, hogy nagyon jó hangulatot fognak varázsolni. Őket Gájer Bálint és Szekér Gergő követi, és az est koronája az tulajdonképpen a Kowalski meg a Vega nagy koncert lesz. Őket már nagyon várják, én úgy tudom, hogy nagyon sokan a városban, úgyhogy bízunk benne, hogy mindenki megtalálja számára kedves programot. A koncert után tűzijáték, azt követően pedig egy kis utcabál lesz, DJ Chris fogja majd a hangulatot irányítani.